Ami nagyon fontos, hogy nekem 18-ban született meg a kislányom, és terhességi cukorbetegséget diagnosztizáltak akkor nálam, aminél az én kezelőorvosom elmondta, hogy nagyon fontos az, hogy betartsam azokat az előírt szabályokat, ami ilyenkor muszáj, mert hogy a gyerekre nézve ez nagyon súlyos következményekkel járhat, hogyha én ezeket nem tartom be. És én ezt tényleg 100%-osan be is tartottam, viszont utána kialakult a terhességi cukorbetegségem után egy állandóan fennálló inzulin rezisztencia. Ez egy általános dolog, vagy általában meggyógyulnak a terhességi cukorbetegség után? Nagyon jó, hogy a terhességgel kezdjük, mert ugye a terhesség alatt az már régóta világos, hogyha a cukorháztartás nincsen rendben, akkor az a magzat fejlődésében konkrétan még a szülés előtt, tehát a magzat életkorban okozhat problémákat, fejlődési rendellenességet, makroszómiát, tehát túl nagy magzat növekedést. Aztán utána, amikor megszületik, akkor pedig később a vércukor esését, mert ha hozzászokott egy magasabb cukorszinthez, és utána azt nem kapja meg, akkor egy vércukor esést, abból akár magzati problémák, akár súlyos és váratlan szövődmények is kialakulhatnak. Tehát ez egy régóta ismert dolog, és ezért szűrés szinten minden terhesnél elvégzik ezt a cukorterhelés, cukor ellenőrzést, hogy megállapítsák azt, hogy ebben a kockázati csoportba tartozik-e vagy sem. De minden terhesnél indokolt az, hogy egyfajta diétát tartson, tehát a cukorbevételt, a gyors felszívódású szénhidrátokat a lehető legalacsonyabb szinten mérsékelje, hiszen maga a terhesség az egy terhelő tényező, az egy kockázati tényező minden nő életében, ezért maga a terhesség, mint plusz terhelés, ez felszíne hozhatja azt a cukorproblémát, amely aztán később szintén felszíne kerülhet más okok miatt, de maga a terhesség ezt kimutatja. Ez a magzati élet fejlődése szempontjából fontos, de ma már azt is tudjuk, hogy ha a magzati életben az anya a cukor fogyasztásra rászoktatja ezt a kis magzatot, akkor később nagyobb eséllyel lesz neki cukor problémája, vagy inzulin háztartásbéli problémája, mint azoknak, akiknél ez a terhesség alatti diéta, ez a normális étkezés, nem is mondanám diétának, hanem a cukormentes étkezés biztosított. Úgyhogy a terhes gondozás során minden esetben a cukorbevitelt és más oldalról pedig a sóbevitelt, ha lehet, a legalacsonyabbra érdemes korlátozni. És utána, szóval a terhesség után, hogyha gondolom érdemes vérvizsgálatot végeztetni, hogy megmaradta valakinek az inzulin rezisztenciára, vagy kialakult-e inzulin rezisztencia, esetleg súlyosabb esetben kettes típusú vagy egyes típusú cukorbetegsége, gondolom, hogy ezeket utána érdemes vizsgáltatni. Általában, amikor megszületik a magzat, akkor az a terhelés megszűnik az anyai szervezet számára, és egy viszonylag ideális életkor időszak következik, amikor ez a probléma nem jelentkezik, nem mutatkozik a szoptatás alatt is. Persze vigyázni kell a szénhidrát bevételre diéta szempontjából, de aztán utána helyreáll minden, és hogyha a súlyát visszatudja a kiindulási súly közelébe redukálni, csökkenteni, akkor ott pillanatnyi állapot szerint egy egészségesnek fog tűnni. Hát az én esetemben ez úgy nézett ki, hogy én a terhesség alatt 6 kg-ot fogytam a diétától kezdve, szóval az utolsó, nem is tudom, két-három hónapban, inkább 4 hónapban azért elkezdődött ez a fogyás, semmilyen cukrot nem vittem be egyébként a szervezetembe, és utána, amikor a kislányom megszületett, akkor viszont elkezdődtek azok a jellegű tünetek, amik arra engedtek következtetni, hogy valamit nem oké a szervezetemben, és hogy valószínűleg megmaradt valamiféle cukorral kapcsolatos betegség. Egyébként nagyon extrém dolgok voltak, amik nem tudom, hogy mennyire általánosak. Az egyik az a cukor utáni brutális éjség, szóval én tényleg azt éreztem, hogy ha mondjuk 5 csomagomi cukrot elém tesznek, akkor még a 6-at is el fogom kérni, mert annyira hiányzik a szervezetemből a cukor. A másik dolog, ami hasonló volt, az a
forrósodik a talpam, nagyon, egyébként most is, hogyha mondjuk rosszul táplálkozom, vagy ilyesmi, akkor estére azt érzem, mintha egy ilyen perzselővel égetnék a talpamat, és egyszerűen nem múlik el, szóval nekem a terhesség alatt is az volt, hogy ilyen jégakukat tettem a talpamra, mert annyira extrém volt ez a dolog, illetve volt egy harmadik, illetve van egy harmadik tünetem, és ez az éjszakai pisilés, hogy szerintem 5-6-szor megyek el, ami mondjuk nyilván egy előnyös dolog volt a várandóság alatt, mert felkészítette arra, hogy utána sokat kell, majd kellene a kislányomhoz, és nem volt problémám a visszaalvással, de hogy alapvetően gondolom, ezek nem természetes dolgok. Hát ugye maga, amit említett, hogy a sokszor gyakori kelés és a nem megfelelő alvás az éjszakázás, ez egy provokáló tényező, tehát már amúgy is volt hajlama, a terhesség is kihozta, és utána pedig az élet szakasznak a gyerekkel kapcsolatos túlterhelése, az egy állandó stresszt okoz, nem piheni ki magát, nincs levezetés a napi stresszből, és ez a provokáló tényező felszíne hozza újból ezt a problémát, hogyha a hajlama megvan. De másoknál is ez a provokáló tényező valamilyen szinten jelentkezik, csak mindenkinél más mértékben. Függ attól, hogy az előélete, az előtte való élet szakasza milyen volt, vagy a genetikai hajlama milyen, ez elég egyénfüggő. És milyen tünetekkel szoktak a doktor úrhoz menni, ami esetleg arra utalhat, hogy valami gond van ezzel illetve valamilyen, nem is tudom, hogy hívják ezeket a betegségeket, az ilyen milyen zavarnak hívják, felszívódási vagy... Inkább anyagcsere zavar, tehát a szénhidrát anyagcsere zavara. Ez népszerű nevén inzulinrezisztencia, amikkel akkor is, amit elmondott tüneteket, tehát hogy ez az éhség rohamok jönnek, és cukoréhség tulajdonképpen, ez az inzulin szint ingadozásából következik, tehát hogyha elfogyaszt egy ilyen gyors felszívódású szénhidrátot, egy zacskó cukrot, akkor nagyon magasra megugrik az inzulin szint, amelynek a következtében aztán ugye a cukor is megugrik, az inzulin reagál a szervezet, próbálja ezt a cukrot eltakarítani az érpályából, és a sejtekbe a bejutását elősegíteni, hát ez kell az inzulin, és hogyha ez túl magasra megy, mert rezisztens a receptorok szintjén a sejtekbe való bejutásban valamilyen probléma van, akkor túl magasra megy ez az inzulin szint, ami később aztán persze cukoresést okoz, és akkor ez az ingadozás váltja ki azt, hogy újból és újból és újból éhségérzet következik be. Ezt stresszel is elő lehet állítani, tehát nem kell feltétlenül terhesnek lenni valakinek, vagy szülni ahhoz, hogy ez a probléma előálljon, mert a mindennapi stressz is terhel minket. Információszennyezés, zajszennyezés, fényszennyezés, izgalom, hogy parkolni tudunk-e, és minden egyéb. Ezek apró kortizol emelkedéssel járnak, ami aztán a cukor háztartás emelkedésével jár, amit aztán a szervezet megpróbál utána pótolni. Tehát ez a fajta állandó stressz, ez azért kiválthat idővel mindenkinél valamilyen problémát, és ezt hívjuk aztán ilyen urbanizációs betegségnek. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy divat probléma, hanem arról van szó, hogy egy életmódi probléma. Igen, alapvetően már mindenki, minden második ember elmondja, hogy inzulin rezisztenciával, vagy bármi hasonló, vagy egy népbetegség lett ez a fajta betegség. Inkább életforma okozta a probléma, tehát nem annyira a betegség, nehogy azt higgyük, hogy valami vírus kerülhet ide közénk, ami ezt így okozta, hanem az életformánk váltja ezt ki, és hogyha visszanézünk, hogy mondjuk az elmúlt évszázadokban hogyan élt az emberiség, és most hogyan élt. És hogy akkor miért nem volt ilyen problémájuk, most és mitől lett van, most, akkor talán meg kéne találni az életmódban azt a különbözőséget, ami ezt provokálja, előidézi, elősegíti. És akkor visszatérve, milyen tüneteknél kell esetleg arra gondolni, hogy ilyen jellegű betegsége lehet valakinek? Szóval, hogy mikor van az, hogy mondjuk el kellene menni egy vérvételre, és meg kellene ezt nézetni. És az is fontos, hogy amikor elmegyünk vérvételre, akkor miket nézzük, szóval ezt terheléses cukor vizsgálattal jön ki, vagy pedig elég egy gyomri, nem tudom, 3 hónapos, vagy pontosan, hogy hívják ezt a vizsgálatot? Hát először is ugye panaszok esetében szoktunk vizsgálódni, tehát az elsődleges panasz ilyenkor a túlsúly, ami hát önre nem jellemző, de ebből is látszik, hogy nem feltétlenül a túlsúly mutatja meg azt, hogy valakinek ez a probléma a szervezetében jelen van, vagy nincs.
Tehát de leggyakoribb az, hogy túlsúly, menstruációs ciklus zavar, nem pontos, más jellegű lesz, megváltozik a vérzés mennyiség, görcsösebb lesz, a haj, a bőr megváltozik, hajhullás alakul ki, ödémás lesz a teste, püffettebb arc jelentkezik. Ugye ez a cukoréhség, ez a szénhidrát éhség, ami szintén jellemző, igen. Alvászavar, föl kell éjszaka, és én mondjuk kiáll. Nagyon jól vissza tudok aludni, szóval ezt tök jól megtanultam, de nyilván nem kellemes, amikor az ember folyamatosan 3 óránként vagy 2 óránként elmegy pisilni ennyit, és akkor utána újra vissza kell. Na most ugye azért mindenkinek indokolt egy megfelelő egészségtudatos magatartást, tehát évente egy ilyen rutin laborvizsgálatra elmenni, de ott a rutin laborvizsgálatnál csak egy égnyomni cukorvizsgálatra kerül sor, és az nem fogja megmutatni, az a cukorbetegség konkrét szűrésére szolgál, de magát ezt az inzulinrezisztenciát nem fogja megmutatni, tehát az inzulin szinteket is kell mérni. Ezt a háziorvos nem jogosult kiírni, ezt belgyógyász, endokrinológus, nőgyógyász kérheti, cikluszavarok esetén, PCO esetén. Tudnik, ez az inzulinrezisztencia, ez nagyon gyakran a policisztás ovárium betegséggel, cikluszavarral jár, ami a nem megfelelő tűzőrepedés, visszamaradt tűzők és az ebből következő jelenségek halmaza. És hogyha azt beazonosítja a nőgyász, akkor neki is joga van ilyen vizsgálatokat kérni, illetve hát ha valakinek ezek a tünetek vannak, akkor ne nyugodjon meg egy sima égyomlós vércukorvizsgálat megfelelő szintű eredményében, hanem mögé kell nézni, hogy terhelésre hogy reagál, és az inzulin szintek mit mutatnak, mert ez jobban megmutatja a problémát és annak a súlyosságát, ha egyáltalán jelen van. De először talán mindenféleképpen a stressz oldást kell megoldani, tehát a legelső gondolat ilyen tünetek esetében a megfelelő táplálkozás, a diéta és a megfelelő stresszoldás, aminek a legegyszerűbb formája a sport. Tehát mindenki, ugye minden orvos elmondja, hogy diétázzon, sportoljon, próbálja ezt meg, és akkor kell igazából szakorvoshoz fordulni, hogyha ezek ellenére, tehát ebben megtesz mindent, és ezek ellenére nem változik a közérzete, a panaszai ugyanúgy fennállnak, akkor érdemes szakorvoshoz fordulni. Egyébként ez nagyon érdekes, és nagyon sokat gondolkozom ezen, hogy én alapvetően nem vagyok egy sportember, nem így szocializálódtam, és abszolút nem is volt benne így az eszköztárom, ahogy én akkor elmenjek sportolni, de én azért közel egy olyan 12 kilót fogytam majdnem egy év alatt, és azt kell mondanom, hogy amikor elkezdtem azt, hogy kicsit jobban odafigyelek magamra, és elkezdek akkor mellé sportolni, rendkívül rosszul esett. Szóval nem az volt, hogy levezettem volna bármilyen stresszt, hanem azt éreztem, hogy nincs hozzá kedvem, rossz érzés elmenni, akár csak sétálni is a futópadra ráállni, mert egyszerűen nem volt az az érzésem, hogy ez nekem egyébként jól esne. És én például tudom magamról, hogy amikor már elindult a fogyásom, és könnyebb volt az a súly, amit cipelek a testemen, akkor már sokkal szívesebben álltam rá bármilyen gépre, és sokkal szívesebben csináltam ezeket a gyakorlatokat, mert hogy valószínűleg az a plusz súly felesleg, amit én cipeltem, az annyira rosszul hatott az én elmémre, meg a testemre is, hogy nekem ez nagyon nehéz volt, és én pont ezen gondolkoztam, hogy szerintem, mármint hogy ez az én saját tanácsom így a saját környezetemnek, vagy saját magamnak, hogy tényleg azt mondják, hogy 70%-a a táplálkozás, és hogy én például tényleg úgy gondoltam, hogy először a táplálkozásomat reformálom meg, és akkor utána fogok a futópadra felállni, mert addig nem volt sikerélményem ebbe az egészbe, és most meg azt érzem, hogy mondjuk eltelik egy hét anélkül, hogy elmennék futni, vagy gyalogolni, vagy bármit csinálni, és hiányzik, és mindig hülyének néztem azokat az embereket, akik azt mondták, hogy endorfin termelés, ez nagyon jó érzés, nekem sosem volt jó érzés, kivéve mondom azóta, amióta azt érzem, hogy így suhanok a futópadon, mert hogy olyan kellemes ezt a kicsi tömeget cipelni ott, úgyhogy én például abszolút abban hiszek, hogy az ember először próbálja meg odafigyelni a táplálkozásra.
vállalkozásra, és akkor utána. Ez nagyon fontos, amit elmondott, tehát ha most így egy nagyon egyszerű tanácsot, általános tanácsot akarnánk adni a potenciális betegnek, vagy hát a panaszokkal bíró, de még nem betegeknek, hogy tessék sportolni, ez nem olyan nagyon bölcs tanács, hiszen ezzel a stressz szintet fokozni fog, ez eddig nem sportolt, most kezdjen el sportolni, hát hogyan fog sportolni, meg mit sportoljon, meg kényszerítenie kell magát, el kell mennie, nem fér bele a napi rendjébe. Tehát a stresszoldásnak a sport az egy nagyon jó formája, de van más formája is. Tehát lehet, hogy más valakinek a stresszoldás egy más formáját kell megtalálni, ami esetleg egy hangverseny, vagy egy színház, vagy egy horgolás, masszázs, vagy bázisodás, vagy masszázs. Teljesen mindegy, ami az ő szervezetének a stresszoldását elősegítés. Utána, amikor ennek következtében, meg a diéta következtében elkezdődik a gyógyulás, mert tudja önmagát gyógyítani, akkor utána a sportra lesz affinitása, mert belemegy a bugi a lábába, és aztán magától megy, és nem kényszer hatására. Tehát az összes ilyen kényszeres valami, az mind egy plusz stressz tényező. Úgyhogy inkább meg kell találni a megfelelő stresszoldást mindenkinek, a habitusának megfelelő, küzdősportoljon, vagy sakkozzon, tehát teljesen mindegy, hogy miben oldja fel azt a napi stresszt, ami van, de ezt nap, hetente több alkalommal kell erre szállni. Nem szabad megmondani, hogy mit. Nem kell azt mondani, hogy jogázzon, nem kell azt mondani, hogy fusson. Tudjuk, hogy nekünk mi a jó, és hogy abban egy kicsit. Igen, az orvos sincsen ott ön mellett állandóan, hogy le tudja mérni azt, hogy most ez ilyen volt, most ilyen lett, akkor ez az a tevékenység. Ezt magának kell megítélni mindenkinek. És mi van akkor, hogyha ezek nem elegendőek? Szóval én emlékszem rá, amikor eljöttem a doktor úrhoz először, akkor megnéztük együtt a leleteimet, és akkor a doktor úr elmondta, hogy hát, amit már egyébként is tudtam, hogy ez már nem áll meg ott, hogy akkor megpróbáljuk egyénileg kezelni, hanem valamilyen külső segítségre van szükség, valamilyen gyógyszerre, illetve ami most nagyon divatos, ezt mondhatom, hogy nagyon divatos, ezek az injekciós megoldások, amik az inzulinra hatnak. Mindjárt erről is kérdezek, viszont én emlékszem rá, és ez számomra egy ilyen nagyon fontos tényező volt, hogy azért az én környezetemben nagyon sok mindenki használt valamilyen külső segítséget, főleg a fogyással kapcsolatban, és azért nagyon sok olyan ódiuma volt ezeknek a gyógyszereknek, amikor az ember utána olvas, ami úgy azért elbizonytalanítja, és tényleg azt mondja, hogy megpróbálok én saját magam lefogyni, és most emiatt nem kell. Viszont nekem a terhességi cukorbetegségem után az első vizsgálatokkor már mondták, hogy hát ez nem fog magától helyrejönni, miután a végig diétázott várandóságom alatt sem jött egyébként helyre, és utána is tartottam annyira, hogy ennek helyre kellett volna jönni. És emlékszem, hogy akkor is már felírták nekem ezeket a gyógyszereket, és mondtam, hogy hát biztos nem, mert erős szervezet vagyok, én majd megoldom ezt magamtól. Nyilván most így 6 év elteltével rájöttem, hogy nem tudom megoldani, és kell valami külső segítség abban, hogy ezeket a dolgokat leküzdjem, mert hogy én egyébként tényleg diétáztam, és volt olyan 8-10 hónapot totálisan be tudtam úgy tartani, hogy nem ettem cukrot, nem csináltam semmi olyan dolgot, ami a diétámnak nem volt megfelelő, vagy hogyha csináltam, akkor nagyon ritkán, viszont nem csillapodott akkor se a cukorészségem. Azt éreztem, hogy bele fogok halni az életembe, hogy nekem nem szabad olyan dolgokat ennem, mert az, hogy én kívántam ezeket az ételeket, azok ugyanúgy megvoltak, és abszolút nem csillapodott annak a hatására, hogy mondjuk én a cukrot kivontam a szervezetemből. Szóval semmi nem változott, csak az, hogy minden nap egy küzdés volt annak az irányába, hogy akkor én próbáljak egészségesen élni. És amikor ezt januárban így eldöntöttem, hogy jó, most már akkor nézzük meg azt, hogy milyen az, amikor gyógyszeresen kezelnek egy nem is tudom, kettes típusú cukorbetegségnek mondható valakit, akkor így rájöttem arra, hogy alapvetően egy beteg, szóval hogy egy betegségtudat nélküli beteg ember voltam, akinél amikor elkezdtük a kezelést, akkor jöttem rá, hogy milyen az, amikor
egészségesen állok az étkezéshez, és mondjuk ugyanúgy van bennem olyan, hogy megeszem egy csokit, vagy megkívánok egy olyan dolgot, amit egyébként nem szabadna megennem, viszont nem az van, hogy akkor habzsolok, vagy sosem elég, szóval nincs ez a sosem elég érzés, hanem hogy sokkal kisebb adagokat tudok enni ahhoz képest, amit mondjuk előtte csináltam az életemben. És most igazából az a kérdésem, hogy mikor van az, amikor külső segítség kell, mikor mondja a doktor úr, és milyen kezelések azok, amik leginkább alkalmasak erre? Ez is ugye senkinek nem hobbija orvoshoz járni. Tehát ezt nem hinném, hogy ez egy élvezetes dolog. Persze, amikor már szükség van, meg már kezelés van, és kontrollokra jár valaki, és a sikert realizáljuk, akkor az egy más szituáció. De először eljönni orvoshoz, az egy trauma bárkinek, nekem is, hogyha el kell mennem valami más kollégához esetleg. De ha eljön, az már azt jelenti, hogy megpróbált mindent, tehát ő már segítséget kér. Tehát már a megjelenése elárulja azt, hogy ő valamilyen szinten segítségre szorul. Na most, hogyha segítségre szorul, akkor azt egy laborvizsgálattal kezdjük, megnézzük azt, hogy milyen az állapota, és hogyha az állapota indokolt, laborvizsgálattal alátámasztott, természetesen a tünete is már mutatják, hogy miről is van szó. Merre keressük a problémát, és hogyha ezt megtaláljuk, akkor azt kezelni fogjuk. De a tünetek hátterében sok minden állhat, a pajzsmirigy működés zavartól, a mellékvese működés zavarig, pszichés eredetű stressz szinten. Tehát nagyon sok minden állhat, először be kell azonosítani, mi is okozza a panaszokat, és hogyha annak van endokrinológiai oka, akkor azt meg lehet próbálni kezelni és támogatni a helyreállítást. Na most a helyreállításnál egyrészt a laborparaméterek függvényében kell alkalmazni diétát, vagy gyógyszereket, vagy életmódváltást, de az életmódváltásnak minimum fél évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a bélflóra átalakuljon, és utána már más típusú táplálkozást tudjon saját magától is fenntartani a szervezet, hiszen addig nem fog tudni magától könnyedén ezt az átalakítást átállni. Hogyha szükséges, akkor ebben lehet segíteni. És amit említett, hogy gyógyszerek, vagy injekciók, vagy bármi, ezeknek is megvan a helye. Nagyon-nagyon jó, hogy ezek rendelkezésre állnak, hiszen nagyon súlyos betegeket tudunk 50-60 kiló fogyással visszahozni a normál tartományba, elhagyatni vele a vérnyomás csökkentőt, a szívbetegeknek sokkal jobbak a paraméterei, a kardiológus nagyon örül a fogyásnak, az ortopéd szakember, aki arra vár, hogy végre megoperálhassa a csípőprotézisét a betegnek, de nem hajlandó rá, mert a műtőasztal nem bírja el, az nagyon örül, hogyha bejön a műthető kategóriába. Tehát, hogy szakorvosok küldenek ilyen típusú problémával betegeket, mert nem alkalmasak még a műtétre, aztán a későbbi rehabilitációra ebben az állapotukban, vagy műtét előtt derül ki, hogy nem is operálható olyan szintű elváltozások vannak, amit nem érzékel. Tehát, hogy a beteg, amikor megjelenik, akkor ott már valamit találni szoktunk. Na most, hogy mit találunk, az meg a laborvizsgálatoktól függ. És hogyha megtaláltuk, akkor bizony alkalmazunk gyógyszereket. A beteggel jól konzultálva, megbeszélve, akár hetente referáltatva arról, hogy mi is a helyzet, hogy bírja a gyógyszereket. Tehát nem úgy van, hogy fogjuk magunkat, és amit említett, hogy divatszerűen használjuk ezeket a készítményeket, hiszen ezeknek vannak nagyon komoly mellékhatásai, szövődményei, amiket... Valamfélleg akkor, hogyha valaki nem azért szedi, mert tényleg beteg, hanem azért, mert le akar fogyni, csak szimplán. Ez most mindegy, mert a mellékhatás szövődmény az nem függ attól, hogy valaki azért szedi, mert betegben. Igen, de attól függetlenül ezt orvosilag kontrollálni kell, mert különben probléma alakulhat ki. Az meg, hogy valaki hosszasan használja, mert nem sok értelme van, mert ehhez van egyfajta hozzászokás, és ha ez bekövetkezett, akkor teljesen fölösleges használni, akkor ezt ki kell hagyni, el kell hagyni, és meg kell próbálni anélkül folytatni a életmódváltást. Ez azt jelenti, hogy akkor nem egy egész életen keresztül
kezeli a doktori úr a betegeket gyógyszerrel vagy injekcióval, hanem ez egy időszakos dolog, amíg átállt, vagy valakit kell, tehát a súlyos cukorbetegeknél kell ez a kezelés akár éveken keresztül is, de közben váltogatni kell a gyógyszereket, hogyha szükséges. Tehát nem lehet ugyanazzal, itt az injekciós kezelésekre gondolok, ugyanazzal éveken át kezelni, mert fölösleges, mert nem lesz hatásos. Mert ha elhagyjuk, sem történik semmi, ha adjuk, sem történik semmi, viszont esetleg mellékhatás szövődményt össze lehet szedni. Igen, pont erről olvastam, hogy ezért ez a hasnyálmirigy működésre lehet rossz hatással. Milyen sűrűn kell mondjuk ellenőrizni azt, hogy nincsenek a szövődményei ezeknek a bizonyos gyógyszereknek. Hát a cukorbetegeket eleve három havonta ellenőrizzük. Igen, és három havonta járok vérvételre, ami azért nagyon lényeges, illetve kaotikus nálam, mert hogy rettegek a vérvételtől, és nekem most próbálom magam hozzászoktatni, de hogy ez nem egy kellemes dolog, főleg egy olyan embernek, aki ennyire lehet. Valaki aztán meggyógyul, tőle, és akkor jó esély van rá. Hogy tehát majd azért, akkor kevesebb szer kell mennem. Sőt, hát hogy esetleg egy gyógyszer sem kell, és megpróbálni fenntartani ezt az állapotot esetleg gyógyszermentesen. Tehát, hogy a gyógyszerekről meg lehet próbálni leszoktatni. Igen, mi már azért ebben a fázisban vagyunk, hogy nem olyan sűrűséggel, nem olyan mennyiségben kell ezeket a gyógyszereket bevinni nekem se a szervezetemben. Mert így is fenntartható. Igen, mert a sporttal, meg azzal, hogy agyban egy picit átálltam ez alatt a 10 hónap alatt, 11 hónap maga alatt. Gyanúsan gyógyul. Gyanúsan gyógyulok. És akkor ez akkor így egy idő után teljesen elhanyagolható, és elhagyható, de nem elhanyagolható, és ez nagyon fontos dolog, hogy azért gondolom ellenőrizni. Ha nem súlyos cukorbeteg, akkor azért egy 70% esélye, hogyha fenntartja ezt az életformát a étkezésben, a stresszoldásban, sportolásban, akkor ez nem fog később problémát okozni. Nekem még az jutott eszembe, és nagyon sok olyan ismerősemet érint, akivel így akár napi kapcsolatban vagyok, hogy a változókori hormonváltozás nagyon súlyosan kihozza azokat a plusz mellékhatásokat, amikről már az előbbiekben beszéltünk, szóval az a fajta súlygyarapodás, hogy nagyon sokat hallok, hogy akár heti szinten változik 1-2 kilóval fölfelé sajnos a súlya bizonyos akár barátnőimnek is, hogy ezeknél a típusú betegségeknél itt gondolom nem csak az inzulint nézik, hanem a hormonokat is, és akkor a kettőt együtt kell kezelni. Maga a menopauza egy stressz. Tehát ugye ez a hormonhiány az kivált tüneteket, alvászavartól az izzadásig, a hullámokig, a hangulat ingadozásig, mindent, amitől ez csak rosszabb lesz, és ez a kiváltott stressz, ez arra hajlamos embereknél, ilyen inzulin háztartásbeli zavarokat is okozhat. Ugyanígy egyébként a tinédzser korban is, amikor kezdődik a pubertás alatt is valakinek a súlya elszaladhat azért, mert azt a stresszt nehezen dolgozza fel a szervezet, amit a hormonrendszer változása okoz a mindennapokban. Tehát, hogy ebben a két időszakban fokozottan oda kell figyelni a táplálkozásra, a sportolásra, a stresszoldásra, és direkt nem is annyira talán a sportolásra. Mindenki felsóhajt, hogy stresszoldás, hogy tudnám én a stresszt, megbeszéltük, hogy hogyan lehet, de hogy alapvetően azért tényleg az életünk része, akármennyire nem akarjuk. És szerintem bennem csak egy utolsó kérdés maradt, hogy ha az ember úgy érzi, hogy gondja van valamilyen szinten, akkor a házi orvost keresse fel, menjen el esetleg egy magánrendelésre, endokrinológus, nőgyógyász, kihez menjen először, szóval adjuk ezt egy támpontot, mindenkihez menjünk el, érted? Tehát addig menjen, amíg nem segítenek a problémát. Tehát ne hagyja annyiban, hogy most valahol megakad, igen, és akkor azt mondani, hogy mondanak valamilyen tanácsot, hogy mostantól mediterrán étkezés, meg 160 g, meg napi 4 km futás, és hogyha ezt betartja, akkor minden rendben lesz, és betartja, hogy csinálja, és nem lesz minden rendben, akkor menjen tovább.